80. születésnapját ünnepli Pásztor Erzsi. A Kossuth Díjas művész még most is két színházban és 4 darabban játszik. Azt mondja, a színház mellett a humor és a jókedv élteti, a testét pedig tánccal tartja fitten. Itt van velünk Pásztor Erzsi. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hogy smint? Hát boldogan. Boldogan? Igen, mert hát azért ez egy öröm, nem? Olyan szörnyű kimondani, hogy 80. De igazából... Én most aláírnám azt a 80 évet bármikor. Én is. Örülök neki, hogy így lehetek, ahogy vagyok, és hogy azt csinálhatom, amit egész életemben szerettem. És talán... még mindig csinálja is? Hogy talán még többet, mint régen. Itt komolyan? Mert hogy nem tudom, hány színpadi szerepel. Hát azért, mert azért voltak keserű éveim, amikor évekig nem játszottam semmit. Azért azok nehéz évek voltak fiatal koromban, és akkor mindig azt kérdezték tőlem, hogy nem rossz, vagy hogy. De mindig attól féltem olyankor. Ez fiatalon volt, vidéken voltunk, Debrecenben vagy Pécset, akárhol, mindig voltak ilyen keserű éveim, hogy mindig arra vigyáztam, hogy föntartsam ezt a kedélyemet, ezt az állapotomat, mert láttam kollégákat, idős kollégákat tönkre menni abban, hogy aztán mikor kaptak egy feladatot, akkor már nem tudtak mit kezdeni vele. Tönkre mentek, ittak, vagy hát szóval ráment az életük. Mert hogy nem érezték azt, hogy szükség van rájuk. Így van, hát az később aztán, mikor már úgy helyre csúsztam, mindig azt mondtam, hogy próbálják meg a besenyeit 2 évig otthon tartani, bezárni, hogy semmilyen munkát nem, és utána nézzék meg, ha fölmegy a színpadra. Hát ez nem lehet. Ez azért érdekes egyébként, amiről most beszélünk, mert itt a reklámszünetben beszéltük, hogy azért csak ön mögött van 133 különböző színpadi szerep, és ez csak a színpad, igen, tehát ebben hát nincs benne a film, meg a szomszédok, meg az ember 20 éves, és élete teljében van legalábbis úgy érzés, hogy 30-osan is eljátszik egy olyan szerepet, hogy ami hát egy kirobbanó, egy Molière szobalány, ami hát egy csodálat, és akkor utána 3 évig ilyen 2 mondatokat, vagy 3, hát azért az borzasztó érzés. És éppen most a napokban mondtam valakinek, talán egy újságírónak, hogy azt hiszem életemben 1 szerepet adtam vissza. Soha nem mentem, mindig eljátszottam, utáltam, és akkor meggyőztem magam, hogy én ezt szeretem. Akkor, mert csak úgy tudok játszani, hogyha jól érzem magam. És ha jól éreztem magam, mert a kollégákkal jóba voltam, vagy jóba vagyok, azt soha nem bírtam. Úgy éppen most végig gondoltam egy ilyen számadásképpen, hogy talán egész életemben a pályámon nem volt olyan kollégám, akivel haragba voltam, mert ha valakivel összevesztem is, persze hát beolvasós voltam, akkor képes voltam én oda menni nagyon rövid időn belül bocsánatot kérni, csak hogy ne legyen köztünk harag. Épp mondtam Pásztor Erzsinek a reklám közben, hogy még most is a Facebookon megy a nagy beolvasás, mert hogy a szomszédokból Janka folyamatosan a politikai helyzetre, a közéletre mindig mond valami okosat. Azt mondja Erzsi, hogy ő nem tud erről, mert neki nincs, mert nincs Facebook én regisztrációja, nem, de hogy ő használom, folyamatosan most is beolvas. De szokták mondani, hogy... Hogyan emlékszik vissza a szomszédokos időszakra? Hát jól. Nagyon jó volt. Hát jó volt. Először is idézzük 30 kilóval voltam vékonyan. Nem akarok közbevágni, de picit idézzük mi is fel ezt a bizonyos időszakot, hogyha hátra néz, akkor egy meglepetés vendég érkezik önhez. Nem csak Károly. Édesem. És hál' Istennek sikerült meglepetést okoznunk. Jó reggelt. Hát boldog születésnapot, akkor már is. Boldog napot szeretnénk kívánni. Drágám. Én is hadd adjak egy pusztit. Én is létszi. Sikerült a meglepetésünk, nagyon örülünk. Elmondhatok most ő vele kapcsolatban? Igen, hát még bőven. Ugye elszakadtunk egymást, ide teszem, jó? Segítsünk. Karcsika, édesem. És lecsúszott a szoknya. Nagy izgalommal. Azért, mert ugye elszakadtunk egymástól, hát a direktor lett egy távoli helyen, én ott lakom, ahol ő igazgató, és én a Karinthy Színházban játszom, és ha Isten segít, akkor decemberben lesz ott nekem egy új bemutatom, ami egy zenés dolog. És nyáron ugye lezárták az egyik hidat, amin én jártam próbára korepetálni, mert ugye a többieknek kiosztották a kottákat. Mondom, nekem kottát hiába adnak, nekem ide verje bele a Fekete Mária a dallamot, hogy megtanuljam. De mondom, hogyan megyek én oda Budára, Úristen, árkombokron át.
Hát mondom, fölhívom a nemcsákot. Lehet, hogy majd fenéken billent, de azért én megkérdezem. És akkor fölhívtam a Karcsit, és mondom, hát édes Karcsi, tudom, hogy már elszakadtunk egymástól, de maga, mint direktor, nem engedné meg, hogy én a maga színházában a maga zongoráját gyakoroljak egy másik színház produkciójában. Azt mondta, édes Erzsikém, bármikor csak jelentse be a titkárságot. Ennyi történt. És hát akkor oda mentünk. Fenékbe billent és elmaradt. Ez igen, mert nekem oda jó. Csak át kell menni. Azért a mi életünk mozgalmasabb volt ennél. Sok-sok évet dolgoztatok együtt. Itt az előbb a kollegialitásról igen. Beszéltünk. Rumlinkolt, igen. Nagy rumlinkolt. Hogyan emlékszel te vissza az együtt töltött? Hát fantasztikus. Röhögésre. Igen, 13 éven keresztül forgattunk, de egyszerűen ilyen renitensek voltunk. De ez jó, amikor... mert egyszer mondtátok, hogy röhögés. Igen. Mert... Ja. Nem lehet Erzsikével együtt dolgozni normálisan. Színpadon is így voltunk, sőt, még most is elmondtam. De jött a színházba és azt mondta, hogy most maga mit keres itt? Minek jött be? De ez az ő színházában volt. Világos. És hát először a büfésnő nem tudta, hogy miről van szó, és így állt ott, így nézett, mert maga is itt van. Hát arról volt szó, hát azért mégiscsak ő volt a direktor. Persze. Igen, sokat nevetgéltünk azon, hogy úgy beszéltünk egymással, hogy egy kívülállónak az egyszerűen hát riasztó volt, hogy a legvadabb, leggorombább. Ilyen hangnemet engedhetnek meg egymásra. Hát nyilván ezt eljátszottátok. Igen. Szerettük ezt játszani. Ez annyira jó a hát az a is, játék, hogy a mai igen. Napig is magázódó. Igen, ez furcsa volt, igen. De hát azért ezért mi szeretjük egymást. Hát persze, nyilvánvalóan. Gyönyörű időszak volt tényleg, de nem csak a szomszédok, hanem mi elég sokat játszottunk színházban is együtt, és ha azért... Egy hónapon keresztül össze van zárva az ember, nagyon sok egy olyan... Egy hónap, hát nap mint nap együtt mentünk, meg ő vitt engem kocsival is, sokszor úgy jött ki a lépés, meg aztán a szekatúrája, amit a mai napig emlegetek, most én a Karinthy Színházban egy nagyon szép, a társulati ülésen kaptam egy szép kitüntetést, bocsánat, hogy dicsekszem vele, életműdíjat kaptam a szinkron szerepeimre, és akkor... Hát annyira váratlanul ért, hogy fölmentem a színpadra, mert közönség volt, és annyira váratlanul ért, hát elsírtam magam, és akkor nagyon nevettek lent, és mondom, hogy bocsánatot kérek, hogy sírok, nem akarok én sírni, és nincs is itt a nemcsák. Akivel amúgy röhögni szoktunk. Még jobban nevettek, és akkor mondom, mert hát ő az, aki állandóan szekíroz engem, mert egyszer, amikor kaptam egy ilyen díjat, és megünnepeltek, és bejelentették, sírva fakadtam, és attól kezdve minden este, ha mentünk tapsra, ketten mentünk együtt. És volt, hogy távol is voltunk, ő ott ment, én ide, és akkor így csinált nekem. Ma este is beszél a közönséghez? Ezt minden alkalommal lehoztam. És ott is elmeséltem, és sikerem volt vele. Tehát az együtt dolgozás azért ez egy művészet egyébként, pláne művész emberek között, akiknek hatalmas az egójuk, és azért hiú emberekről van szó, mi is azok vagyunk, meg mindenki, aki szerepel valamilyen módon, de hogy ez ilyen simulékonyan menjen, meg egymás között már vannak ilyen froclizások, meg történetek, ez azért nagyon jó, és ez múltra tekint vissza. És ez föllazítja a dolgokat, és ez nagyon jó. És nagyon sok problémát megold, tehát azért humor, nem feszültségmentes egy-egy próba folyamat, de hogyha tényleg jól hangolódik egymásra az ember, az de azért fontos, hogy jó hangulat legyen egy színházban, vagy egy produkcióra, mert most már nem is, ugye hát én magam pláne csak alkalmanként hát vagyok. Röpköd virágról virágra, hogy nézem, amit játszik, fiatal korában sem. De azért nem, azért én tudom a mértéket tartani, mert például szinkronizálni csak nyáron szinkronizálok. Mert tudom, hogy télen, amikor nekem szezonom van, az engem fáraszt. Meg hát most már azért nem ad olyan örömöt az a régen a szinkronban ültünk, amíg vártunk és beszélgettünk. Most oda megyek, és mindenki nyomkod.
Csak így köszönnek, nyomkodtam, és egy szót váltak. Végre bejön egy asszony, aki az én korom vagy az ő kora. Szervus, de örülünk egymásnak. És leöregített. És beszélünk. Nem, hát de magával egyébként, még... Egyébként, hogyha már a szomszédokat említettük, ugye kérdeztük Erzsit, hogy tudja, hogy vannak ezek a mémek, meg mindenféle ilyen szomszédos... Ő is rajta van. Abszolút, é, nagyon sokban szerepel, te szoktad ezt nézni, és mi hogyan nem fogadtad? Nem szoktam nézni, de... Nem szeretem ezt a világot, úgyhogy én jobban szeretem, hogyha üldögélünk a büfében és röhögünk nagyokat. Na ez hiányzik most a szinkron stúdiók várakozóiba, meg mindenhonnan, igen. Hát a színházból nem, mert az én öltözöm mindig, igen, tele van. Bejönnek, a mi hárman öltözünk együtt, egy darabban, de jönnek a többiek mind ott körül, és el se férünk. És úgy röhögünk ott az öltözőben, mert ezek nagyon jó dolgok, és nagyon hiányzik, ahol nincs. Mi tart ilyen fitten? Engem? Most szokták kérdezni. Hát a természetem, ilyen a... Mert ez nem egy érdem, ezt el szoktam mondani, hogy ezt úgy mondják, mintha ez valami sokat dolgoznék érte, és tornázni éjjel-nappal, ne? Én lusta vagyok. De a tánc az való igaz, amit mondtunk, hogy táncolok? Igen. Persze. Hát de csak reggel, mikor szól a zene. Táncpróbákat is tartod biztos a József Attilában, Stikában, nem? Nem, csak szeretek, hát szeretek mozogni. És hát igen, mozgékony vagyok, de hát ez attól van, hogy meggyógyultak az ízületeim, mert fájdalmaim voltak régen. És hát ez ennek köszönhetem. Most itt van a lányom, és ő is most egy kicsit jobban van, mert tavaly úgy kelt föl a fotelból, hogy szégyeltem magam, hogy én kifutok mellőle, mert neki úgy fájt mindene. Most hála Isten, most már ő is jó. Most mindenki jól van. Mondja, hát... De azért veled nem veszem fel a versenyt, mami. Hát ez így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy... Boldog születésnapot. Igen, hogy vállaltad a meglepetés vendégszerepet, és nem gondoltam rá. Hát nem? Így? Nem. Ne mondjam már, hogy nem gondolt rá. Persze. Na, indul a szekatúra. Kicsit gondoljon rá. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük.